Sam Holcroft intellektuális komédiája 2015-ben a londoni Nemzeti Színház nagy sikere volt. Alaphelyzete egyszerű, családi ünnepre gyűlik össze a família, hazajön a két fiútestvér a szülőkhöz, és hozzák magukkal saját családjukat. Ahogy ez lenni szokott, frusztráció, rokonszem és ellenszem kerül a felszínre, amikor a különböző életformák és gondolkodásmódok egy asztalhoz kényszerülnek. Minden családban előfordulnak elég komoly problémák, és tulajdonképpen itt olyan dolgokat boncolgat ez a darab, amivel mindenki tud valamilyen szinten azonosulni, hiszen mindenkinek vannak akár függőségei, vagy problémái, vagy minden családban előfordul hasonló, ezért tudnak majd azonosulni vele a nézők. Rák Zoltán nem csak rendezi a komédiát, hanem játszik is a darabban. Edem karakterét alakítja, ez még nagyobb kihívást jelent a művész számára. Az előadás dramaturgiája nagyon különleges, közös komédia és cinkos játék is a közönséggel, ugyanis a szerző az előadás alatt a nézők számára is követhetően LED falakra kivetítve ad újabb és újabb feladatokat a színészeknek, akiknek a szerepük eljátszása mellett még ezeket a plusz feladványokat is bírniuk kell lélekjelenléttel. Ez a darab attól nagyon különleges, hogy játék a játékban, tehát ez mint egy ilyen beugró például hasonlóan lehet elképzelni, hogy megy a szituáció, és akkor közben kapnak egy instrukciót, ami ki lesz írva, és akkor ahhoz megfelelően kell tovább játszani. Tehát ettől plusz izgalmat fog jelenteni, és a néző remélem ezt nagyon fogja majd értékelni és élvezni. A szereplők viselkedésének egyszerűnek tűnő, de szigorú szabályait a nézőtéren tudni lehet majd előre, így a nézők végig beavatottként láthatják lelepleződni azokat a titkokat és hazugságokat, amelyeket a szereplők egymás elől eltakarni igyekeznek. Ezen keresztül pedig mindenki kacagtató és önironikus szabályszerűségeket olvashat le önmagáról is, mi emberek hogyan tesszük élhetővé és elviselhetővé a társas érintkezést, s ezáltal magát az életet. A komédia szerepeit Rák Zoltán mellett Horváth Margit, Kosik Anita, Tari Patricia, Tóth Károly és Tar Dániel, valamint Kazinci Laura és Kocsis Vivien alakítják. Az előadás premierje december 15-én lesz a Bárányfigyes stúdióban.